Lomtalanítás. Az utolsó napokban is fokozott ellenőrzéseket tartottak a kerületben. Közbiztonság. Az elmúlt időszak tapasztalatairól rendeztek járási közbiztonsági fórumot. Embernek lenni nem szerep. Rövidesen kiderül, ki kapja meg idén a Kaszás Attila díjat. Tizenkilenc óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. A lomtalanítás utolsó napjain is fokozott ellenőrzést tartott a 12. kerületi rendőrkapitányság a hegyvidéki közterület felügyelettel és a polgárőrséggel együtt. Személyesen ellenőrizte a lomtalanítás lebonyolítását Váci János alpolgármester, Hofmann Kornél kerületi rendőrkapitány és Dávid Gábor a hegyvidéki közterület felügyelet vezetője. Istennyiről volt, akkor kettő személy közbiztonsági ellenőrzés. Annyi lenne a kérésem, hogy oda legyenek szívesek kipakolni a zsebekből, és csinálnék egy rátvizsgálás jogalapja, hogy fokozott ellenőrzés van elrendelve Budapest teljes területére, ezért ennek keretében az RTV alapján. Ez minek magának ez a gázspréből? Hát kell, mert tudja. Az ember öreg, nehogy valami pont legyen. Sokan tükkéznek, nem használok. Isten meg. Jó, köszönöm a gázspét, meg a kést adja már kint a többit, azt elpakolhatja egyenlőre, jó? A lomtalanítás ideje alatt folyamatos járőrözést tartott a kerületi rendőrség a hegyvidéki közterület felügyelettel és a polgárőrséggel közösen. A fokozott ellenőrzésnek és az együttműködésnek köszönhetően nem történt súlyosabb bűncselekmény vagy garázdaság az idei lomtalanítás ideje alatt. Az elmondható, hogy sokkal konszolidáltabb és sokkal civilizáltabb, mint ahogy ez sajnos előfordult néhány esetben az elmúlt években. Szerintem az elsősorban annak köszönhető, hogy példátlanul jó együttműködés volt a kerületi rendőrség és a hegyvidéki közterület felügyelet között, és az ő munkájukat sok esetben segítették még a polgárőrök is, amire külön köszöntet szeretnék mondani nekik. Annak ellenére, hogy az elmúlt évekhez képest javul a helyzet a lomtalanítás ideje alatt, mégis sok panasz érkezik a hegyvidéki önkormányzathoz. A lakók aggódnak, tartanak a kerületet ellepő idegenektől, nem mernek kimenni az utcára a lomtalanítás ideje alatt. Ezért a tervek szerint az önkormányzat hamarosan újra, mint ahogy azt már korábban is tette, megkérdezi a kerületben élőket a kuponos lomtalanítás esetleges bevezetéséről. Arra gondoltunk 3 évvel ezelőtt, hogy nyugat-európai mintához hasonlóan egy kuponos rendszert vezetnénk be. Ez azt jelenti, hogy a lakóközösségek, a társasházak egy kupont igényelnének az önkormányzattól, amit előre egyeztetett időpontban be tudnának váltani az FKF ZRT-nél. Tehát a társasház megállapodik abba, hogy mikor rakják ki a szemetet, és az FKF ZRT munkatársai akkor elszállítják. De amikor ezt megkérdeztük az itt élő emberektől egy reprezentatív közvéleménykutatás segítségével, nem kis meglepetésemre azt a választ kaptuk, hogy inkább maradjon a mostani rendszer, tehát az emberek, ha jól emlékszem, közel 70%-a ezt a mostani rendszert preferálta, szembe azzal a 20%-kal, aki azt mondta, hogy nem jó, nem civilizált, nem igazán európai megoldás, hogyha 4-5 napon keresztül csatatérré változnak a kerületi utcák. De hát a demokráciában ugye azt számít, hogy a többségnek az akarata mit kíván, úgyhogy ennek megfelelően nem változtattunk és nem váltottunk kuponos rendszerre. Most azért annak ellenére nagyon jól és simán és viszonylag zöggenőmentesen zajlott az idei lomtalanítás, azért ahhoz elég sok panasz érkezett, hogy megfontolandónak tartjuk mi is, hogy ezt a kuponos ötletet még egyszer egy közvéleménykutatás segítségével megszondázzuk az itt élő emberek körében. Annak ellenére, hogy folyamatosan javul a helyzet, a polgárok szubjektív biztonságérzetének nem használ a lomtalanítással együtt járó rendetlenség és a sok idegen megjelenése a kerületben. A napi járőrözés során azonban fokozottan ellenőriztek minden úgynevezett lomizót. Mint a közterületfelügyelettel, mint pedig a hegyvidéki polgárőrökkel és a természetvédelmi polgárőrökkel is egyeztettünk, hogy akkor ezeket a napokat hogy látjuk el a szolgálat szempontjából. Azt mondom, hogy nagyon jól össze tudtunk stimmelni. Le is vettük igazából a kerületnek az egész részét, pontosabban azokat a kerületrészeket, ahol beosztás szerint a lomtalanítás igazából zajlott. A legtöbb esetben szabálysértési eljárás indult a lomisok ellen. Vitatkozás idén is volt, de ez nem csapott át abba a fázisába már, hogy akár egy szabálysértés garázdasága, illetve akár egy végtségi alakzata a garázdaságnak megállapíthatóvá váljon. Ez nem azt jelenti, hogy kés, illetve gásfré nem került elő, mert igazoltatások során ugye ezek előkerülhetnek. Jelen esetben is volt rá példa.
Ez mind-mind szabálysértés, szabálysértés feljelentés elkészül, és eljárunk velük szemben. Az idei lomtalanításról mind Váci János alpolgármesternek, mind Hoffmann Kornél kerületi rendőrkapitánynak a körülményekhez képest jók a tapasztalatai. Nagyon jó a tapasztalat az idei lomtalanítás időszakáról. A lomizásra érkező személyek vonatkozásában nem igazán volt olyan jellegű bejelentésünk, ami bűncselekményre vagy szabálysértésre utalt volna. A hajnali pára, a csapadék és a napsütés kedvez a kullancsok elszaporodásának, ezért egyre több a vérszívó. Az utóbbi években ráadásul megduplázódott a számuk, és már nem csak az erdőben, de a városokban is megjelennek. A kullancsok által terjesztett agyhártyagyulladás és Lyme-kor magas lázzal, fejfájással, de akár idegbénulással is járhat. Védőoltás azonban csak az agyvelő és az agyhártyagyulladás ellen van. A szakemberek azt tanácsolják, egy hosszabb erdei séta után mindig vizsgáljuk át magunkat. Ha pedig kullancsot találunk a testünkön, semmiképpen se kenjük be a vérszívót krémmel vagy más anyaggal. A kullancs eltávolításához a csipesz használata a legcélszerűbb, mondják a szakértők. Az idei lomtalanításról, a Városmajor Park rehabilitációjáról és több a közlekedés biztonságot érintő, így például a kerékpárosok által elkövetett szabálysértésekről is szó esett a MON Kulturális Központban megtartott járási közbiztonsági fórumon. Az eseményen jelen volt dr. Váci János alpolgármester, Tóth Tamás Budapest rendőrfőkapitánya és Hoffmann Kornél a 12. kerület rendőrkapitánya. Élénk érdeklődés övezte a MAM Kulturális Központban megtartott járási közbiztonsági fórumot, ahol elsőként a napokban lezajlott lomtalanítás került szóba. Ezzel kapcsolatban Hoffmann Kornél a 12. kerület rendőrkapitánya elmondta, a polgárőrség és a rendőrség közös ellenőrzéseinek köszönhetően az idei lomtalanítás minden eddiginél kevesebb problémával zajlott le. Nagyon sok olyan jelzés érkezett a kapitányságra, hogy gyanús személyek tartózkodnak a kerületben. Azt mondhatom, hogy ez így fogalmilag talán rá is illik az ide érkezőkre. A zömük az 80%-ban Szabolcs-Szatmár Bereg megyei lakosok voltak, és őket mi visszatérően is ellenőriztük. Mondhatom, talán fogalmazhatom úgy is, hogy karöltve a közterületfelügyelettel, illetve a polgárőrséggel, természetvédelmi polgárőr egyesületnek a tagjaival is. A lomtalanítás időszakában időzőjelben mondom, hogy a lomisokkal összefüggésben olyan jellegű cselekmény nem történt a kerületben, ami egyértelműen azzal hozható összefüggésben, hogy ez most általuk került elkövetésre. A lomtalanítás kapcsán dr. Váci János alpolgármester megjegyezte, néhány éve felmerült egy új kuponos rendszer bevezetése. Nem az önkormányzat szervezi a lomtalanítást. Az elmúlt hetekben azért elég sok ilyen panaszos levelet kaptunk, hogy hát mit csinálunk itt ebbe a kerületben, nem mi csináljuk. Ez az FKF ZRT szervező, amelyik egy fővárosi cég. 3 évvel ezelőtt csináltunk ezzel kapcsolatban egy kutatást, hogy érdemes lenne nekünk kilépni ebből a lomtalanítási rendszerből. Akkor arra gondoltunk, hogy svájci vagy nyugat-európai mintára egy ilyen kuponos rendszer tudnánk létrehozni. Számunkra is meglepő eredmény született, ugyanis az itt élő emberek, a 12. kerületi embereknek a jelentős része, közel 70%-a azt mondta, hogy ne nyúljunk hozzá a lomtalanításhoz, tehát maradjon úgy, ahogy van. Lambert Zoltán a Városmajori templom plébánosának felvetésére, miszerint egyre több hajléktalan van a templom körül, Tóth Tamás Budapest rendőrfőkapitánya úgy reagált, a rendőrség csak akkor tehetne lépéseket, ha az utcán élők bűncselekményt követnének el. A felvetett témával kapcsolatban dr. Váci János elmondta, az önkormányzat több szervezettel együttműködve több millió forinttal járul hozzá a fedél nélkül élők ellátásához. Az polgármester hozzátette, a Városmajor Park rehabilitációjának részeként térfigyelő kamerákat szerelnek fel a park területén, ezzel tovább javulhat a kerületrészt közbiztonsága. A Városmajorral kapcsolatban talán az lehet majd a megoldás, hogy a parknak a teljes rehabilitációt fogjuk elkezdeni heteken belül. 30 kamerából álló, ilyen intelligens, éjjel-nappal látó kamerarendszer kerül az új lámpák tetejére kihelyezésre, és ezzel gondolom, hogy jelentősen tudunk előrelépni azzal kapcsolatban, hogy a közbiztonságot növeljük a környéken. A fórumon több közlekedésrendészeti problémát is felvetettek a résztvevők. Ilyen észrevétel volt például, hogy az Ötvös úton és az Istenhegyi úton sok kerékpáros lépi át a megengedett sebességet, valamint a Böszörményi úton is rendszeresen szabálytalankodnak az autósok. Dr. Váci János elmondta, már több lépést is tettek a probléma megoldására. Van egy olyan ígéretünk a fővárostól, illetve a BKK-tól, hogy rendbe teszik és megcsinálják a Böszörményi utat, akkor nyilván kikerülhetnek majd ilyen villamossínvédő
ilyen kis kő gombák, vagy ezek a kis bukkanók, amik mondjuk alapvetőleg itt az össze-vissza kanyargás meg fordulgatásokat szerintem kiküszöbölik. Az is azért jelentőset fog javítani a Böszörményi útnak a helyzetén ott az Apor-Vilmos tér és az önkormányzat között. Tóth Tamás Budapest rendőrfőkapitánya kiemelte, az elmúlt években jelentős lépéseket tettek annak érdekében, hogy a főváros közbiztonsága javuljon. Ilyen volt például, hogy megerősítették a körzeti megbízotti szolgálatot, és fokozták a rendőri jelenlétet az utcákon. Az elmúlt két évben azért több ezer rendőrrel lettünk többen összességében, akár országosan, akár ugye mi saját magunk is nagyon sok rendőrt kaptunk. Ugye Budapesten 10 helyen posztos szolgálatot állítottunk föl, ez azt jelenti, hogy nagy forgalmú csomópontokban reggel 6 órától este 10-ig a készenléti rendőrséggel együtt gyakorlatilag abban az időben rendőr folyamatosan ott van. Kiemelt figyelmet fordítunk a bűnmegelőzésre. Ebben az idei évben, illetve a tavalyi évben is több pályázaton részt vettünk. Ugye itt elsősorban az időskorúakra és a fiatalokra gondolunk. Rengeteg programot próbálunk szervezni önkormányzatokkal együtt, önállóan, kormányhivatallal. Minél több embert szeretnénk ennek a keretében is megszólítani. A főkapitány hozzátette, a tervek szerint a jövőben egy időseknek szóló közbiztonsági kampányt is elindítanak. Június 6-án jövő hét csütörtökön kerül átadásra immár 6. alkalommal a Kasszás Attila díj, ezúttal a Pécsi Országos Színházi Találkozón. A díjátadó ünnepséget 500 000 forinttal támogatja a Kulturális Tárca, mondta el Hammerstein Judit, kulturpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Rátkai Márton klubban megtartott sajtótájékoztatón. Egyszer egy vastag őrke, luxus autón elterülve, alkudott a házra pénzt kínál. Nálunk ragadt a pénze, ámult mit kap cserébe, ápolta a doktorja 3 héten át együtt. A Villa Negra nem a páca gyárta, a Villa Negra nem fényes lukán. A vájlegény a szép cserébe törögeti. A nemzet színésze Bordogi Gyula az idei posztdísz vendége szeretné, ha a 10 napos színházi találkozó is hasonlóan jó hangulatban zajlana, mint ez a Budapesten a Rátkai klubban megtartott sajtótájékoztató. Az ország legrangosabb színházi eseménye június 6-án 16 órakor a Hotel Palatinus Bartók termében veszi kezdetét a Kasszás Attila díj ünnepélyes átadásával. Az eseményen a poszt vezetői mellett részt vesz Halász János kultúráért felelős államtitkár, Pokorni Zoltán a Hegyvidék polgármestere, a díj egyik alapítója, valamint Páva Zsolt, Pécsváros polgármestere. Az átadási ceremónia után egyedi és különleges módon hivatalosan is megnyitják a 13. Pécsi Országos Színházi Találkozót. Hogy miként, azt Stencer Béla fesztiváligazgató mondta el az érdeklődőknek. Megkérem majd az ott jelenlevő valamennyi színész kollégámat és barátomat, hogy az ott álló, a Palatinus előtt álló ehhúj szekére fölültetjük Gyulát, aki ezt már elvállalta, és betoljuk együtt a színháztérre, és a Bakon fogja megnyitni majd a nagy közönség számára a fesztivált. Azt gondolom, óriás bábok kíséretében persze, úgyhogy ez egy eléggé egyedül és különös esemény lesz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturpolitikáért felelős helyettes államtitkára Hammerstein Judit kiemelte, idén a tárca 60 000 000 forinttal támogatja a fesztivált. Ezen felül 500 000 forinttal a Kasszás Attila díját adó ünnepségéhez is hozzájárulnak. A poszt rendezvényéhez nagyon jelentős támogatást nyújt a tárca, mindösszesen 60 000 000 forintot, de ezen felül a Pécsi Országos Színház Találkozónak van egy újdonsága, nevezetesen az, hogy most itt a megnyitó teremt alkalmat arra, hogy ebben az évben a Kasszás Attila díj átadásra kerülhessen, és mivel maga a tárca is ezt nagyon fontosnak tartotta, úgyhogy ezt egy külön 500 000 forintos támogatásban részesíti a rendezvényt, magát a díjátadó rendezvényt. Szűcs Gábor, a Mozaik Művész Egyesület elnöke, a Kasszás Attila díj egyik alapítója, Pokorni Zoltán polgármester mellett elmondta, évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a díj iránt, mint a szakmán belül, mint a közönség részéről. Minden évben egyre
örvendetesebben magas a részvétel a színművészek felől is, tehát a társulatok egyre nagyobb számban szavaznak, egyre nagyobb a szavazási kedv, egyre komolyabb a díj megbecsültség, és ennek nagyon örülünk, hogy tulajdonképpen a Kasszás díj egy demokratikus díj, tehát ezekben a viharos időszakokban, amikor mindenféle szakmai, meg mit tudom, milyen kérdések naponta tízszer összecsapnak, azt gondolom, hogy a Kasszás Attila díj a Békeszigete, és inkább összehozza a színművészeket és az örvendetes, másfelől pedig hála az egyre komolyabb média támogatóinknak, akiknek itt is köszönöm, hogy népszerűsítik a színművészetet és a nomináltakat. Egyre többen szavaznak, de az eredményről nem mondhatok semmit. A Kasszás Attila díjat azok a színművészek kaphatják meg, akik az átadást megelőző évadban kiemelkedő művészi teljesítményük mellett jelentős közösségépítő szerepet is vállaltak társulatukon belül. Idén Borovics Tamásra, a Szegedi Nemzeti Színház társulatának tagjára, Nyári Oszkárra, a Kaposvári Csiki Gergely Színház társulatának tagjára és Vas Györgyre, az Új Színház társulatának tagjára lehet szavazni a www.kasszásattiladíj.hu weboldalon. Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu honlapon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!